Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy igaz, hogy az Ethereum ugye decentralizált, igen ám, de ugye közvetett módon vannak azért ennek centralizált részei. Például az egyik érdekesség, hogy igazából három cloud szolgáltatónál található az Ethereum nódoknak a több mint kétharmada. Na beszünk erről egy kicsit. Aztán a második hír arról szól, hogy itt van Ray Dalio, ugye, aki az egyik ugye az alapítója a legnagyobb hedge fundnak a világon, ez nem más mint a, a Bridgewater. És hát nem is olyan régen. Még nem volt igazából kriptó Most pedig a Cash App-nek a kampányában is szerepe. A harmadik hír pedig arról fog szólni, hogy nagy divatmárkák, mint a Nike, Gucci, Dolce Gabbana, óriási pénzeket csináltak az utóbbi időkben az NFT-kből, és úgy néz ki, hogy ebbe az irányba mennek tovább, tehát mindenképpen fontosnak tartják ezt. Szóval ezekről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat a videó második felében. És egyébként felbúzdulva a TikTok videóknak a sikerén, mert hogy nagyon szép számmal nézitek őket, úgy gondoltam, hogy tudom, hogy van köztetek olyan, aki nem feltétlen a TikTok pártfogoltja, valaki még nagyon szereti azt a platformot, de hogy ezeket a short videókat ugye a YouTube is lehetővé teszi, Pontosan ezért a tegnapi naptól kezdve elkezdtem felpakolni ide YouTube shortokat, és tök jó. Lehet látni, hogy ezt már tegnap óta 1900-an megnéztétek, ezek kevesebb, mint egy perces videók, több, mint ezer megtekintés, ezer megtekintés, ezt éppen nemrég tettem fel. A lényeg az, hogy nem tudom az összes TikTok videót, ezeket a sortokat, amiket gyártok, ugye feltenni, mert a YouTube ezt 60 másodpercen maximalizálja, a TikTok pedig ennél többet enged, akár más, három perc is, vagy már hosszabb videó is talán, talán lehet, nem igazán éri meg, de, de a lényeg az, hogy ha néha egy-egy ilyen magyarázatban benne vagyok, ugye itt ilyen oktató videók vannak, vagy rövid, gyors hírek, akár hétvégén is, és ugye a lényeg az, hogy ti minél több tartalmat, hasznos tartalmat kapjatok, és ezeket nagyon gyorsan lehet fogyasztani. Tehát aki szeretné és tetszik ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, mert akkor fogom látni, hogy ha egyre jobban jönnek a feliratkozók, akkor ugye ez is mindenképpen beválik és érdemes csinálni. A TikTokon már tök jól működik, de tudom, hogy vannak olyanok, akik nincsenek a TikTokon, voltak többen, akik írták, hogy igazából csak miattam jöttek oda fel, de nem annyira kultiválják azt a platformot. Szóval elkezdem ide is járni ezekre a videókat, hogy nektek még több legyen. És természetesen, hogyha megnézitek ugye hogy ezt a linket itt a videó alatt, akkor pedig még több kriptosanyaghoz fértek hozzá, hiszen ez a legfontosabb kriptós oldalaknak a gyűjtő linkje és itt ö, megtalálhatjátok, hogyha Binance-re akartok regisztrálni a Coinbase-re, hogyha Ledger tárcát akartok, hogyha képezni akarod magad egy-egy témában mélyebben, tehát ugye itt vannak a magyar nyelvű kurzusok, amiket én készítettem, ezek a videókurzusok, blokklánc, bitcoin, NFT, stratégia, és még sorolhatnám a Patreon csoport. Jövő hónapban Patreon találkozó, ne felejtsétek el, már nagyon várom, nagyon klassz volt a múltkor is, de számos videó, ugye hetente több videó is felkerül a, a Patreonba. Ezek olyan exkluzív anyagok, amik itt a Youtube-on nem találhatók meg, hanem ott vannak oktató videó, vagy altcoin videók és egyéb más e, ugye, tartalmak is. És ami fontos, hogy a Patreonban, hogyha tag vagy, akkor ott tudsz tőlem kérdezni. Az igazából az egyedül olyan hely, ahol én tuti, hogy 24 órán belül válaszolok, mert inde hogyha írtok a kommentekbe, akkor egy-egy ugye kommentet kiszedek, egy pár úgy válaszolok, de ott viszont biztos, hogy mindenki választ kap, és tudom, hogy nekem ez nagyon nagy segítség lett volna régen, hogyha lett volna, volt egy csomó kérdésem, és volt egy olyannak, aki azért előttem jár mondjuk abban a témában. Na jó, és akkor nézzük meg most, hogy hogyan is néz ki a kriptópiac. Tehát a bitcoin, hát igazából helyben totyogunk 0.13, ennyit ment le az elmúlt 24 órában, 21.352 dolláron, Ethereum 2%-ot ment föl, 1637 dolláron, hogyha megnézzük a nyerteseket, Helium 14%-kal vezet a top 100-ban, aztán Chilis 11-el, Waves 7,6-tal, a veszteseknél látható, hogy Lido Dao 3%-ot esett, Synthetix 2,5, aztán Gate Token pedig 2%, ezen lenne itt a Top 100 igazából nincsen nagy mozgás jelen pillanatban. Folytatódik a ugye, oldalazás, amit ugye itt az esés után láthattunk. Augusztus 19-én volt az, amikor szépen innen lejöttünk egészen idáig. Aztán pedig ez a 20-21 ezer körüli áron ugye oldalazgatunk. Ha megnézzétek, akkor van itt egy újabb trendvonal, lehet ezeket rajzolgatni, ugye itt is, itt is, és itt többször hozzáér, tehát akkor így lehet ezt nagyjából akkor behúzni. Na majd meglátjuk, hogy ez meddig tartja magát. Ugye nyilván az oldalazásokból mindig az szokott lenni, hogy egy bizonyos irányba kitörünk. Azért most óriási bizonytalanság a piacon, tehát várjuk a Fed bejelentéseket, a kamatemeléssel kapcsolatos történeteket, várjuk azt, hogy mit hoz majd az energiaválság, főleg itt Európában. Lehet látni, hogy a dollár ugye az euró fölé erősödött, ugye a tegnap napon erről is beszéltem. A dollár erősödése nem szokott. Jó lenni, hogyha a kockázatosabb eszközöket nézzük, ide tartozik természetesen a Bitcoin is, és hogyha megnézzük az S&P 500-at is, akkor is lehet látni, hogy bizony itt az elmúlt egy hétben itt is esés ment végbe, aztán elértük ezt a aránynak, mondhatók, hogy fontos vonalat, ami már többször szolgált támasz és ellenállásként is, ami meglátjuk, hogy innen hogy megyünk tovább. Mondom, ezek az események mind befolyásolják a dolgot, tehát igazából ennek a bitcoin oldalazásnak simán lehet az, hogy megyünk tovább le. A következő pont, amit ilyenkor figyelek, az most az a 19.620.000 környéke szint, ahol esetleg mondjuk ismételten e, ami megfoghatja, de ez aztól függ mindig, hogy mi az, ami elindítja az esés, itt vannak valószínű ismételten beállítva olyan vételi pozíciók, amik ugye megfogják az árat. Na jó, és akkor menjünk át az első hírre. Az első hír pedig arról szól, hogy ugye jön az Ethereum merge, és átállunk Proof of Stake-re, de igazából ugye ez egy decentralizált rendszer, viszont van közvetett módon centralizáltsághoz köze, ami ugye nem túl jó a kriptóban, na beszéljünk erről akkor egy kicsit. Szóval ugye a bitcoinnál is az a lényeg, hogy egy tök jó decentralizált rendszer innentől kezdve nincsen kiszolgáltatva ugye, különböző ö, hatalmaknak, különböző ö, országoknak, tehát ugye ez így nem, nem, nem így működik. Igen ám, de ugye az Ethereumnál, ami szintén decentralizált, de esetleg van egy probléma, nézzük meg. Ez pedig nem más, mint hogy igazából az Ethereum nódoknak a több mint kettő harmada a Kb. kétharmada a három cloud szolgáltatónál van. És ebből a legnagyobb részt az Amazon hasítja ki, 52%-uk az Amazonnál van, az Amazon Cloud szolgáltatásán, aztán itt van a következő sorban, körülbelül 15-16%- ez a Hetzner, és utána jön a következő sorban itt a Hát igen, mind a kettő. Most az OVH-t nézzük, vagy pedig ezt a Oracle Cloud-ot ad is 4141. Szóval a lényeg az, hogy három szolgáltatónál van igazából úgymond a kétharmada ezeknek. És ugye összesen van a 4653 ilyen Ethereum node, ami jelen pillanatban ugye aktív, ezek helyezkednek el itt. És ugye a másik, ami még érdekes, hogyha az Ethernode adatai alapján megnézzük, hogy mondjuk lokálisan hol vannak ezek a, a nódok, akkor lehet látni, hogy az Egyesült Államok területén van, majdnem a Fele 46%-nál is több, majd Németország területén 13%-nál több. Tehát igazából itt is 60%-ról beszélünk kettő országra lebontva. Csak erre azért akartam rávilágítani, mert nyilván nem tudjuk ezeket a dolgokat előre, hogy most ez, 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 milyen bajnak vagy, vagy problémának lehet a forrása, de nyilván annak, hogyha valami történne mondjuk az Amazonnal, akkor hirtelen ennek az Ethereum főhálózata mainnet is ki lenne bizony szolgáltatva, hiszen az Ethereum nódoknak a többsége ott tartózkodik, több mint 50%-a és hát ugye ez nem annyira szerencsés helyzet. Szóval azért vannak itt még pontok, amiket ugye helyre kell rakni, de hát a kriptó az egy nagyon korai szakaszban van, ezt, ezt mindenkinek mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy most azért megérkezünk 13 éve van itt a bitcoin, itt írjunk ugye jóval rövidebb ideje, és a többi meg pláne, és akkor sokan azt várják tőle, hogy én most beteszem a pénzem, és akkor ez tuti befektetés, és áh, de hogy is ez, ebben van kockázat nagyon izgalmas egy terület. Én nagyon élvezem, hogy vannak változások, akkor valamelyik elbukik, akkor valamelyik akkor kitör, abból mi lesz, vagy az továbbfejlesztve, mivé alakul. Tehát, hogyha ha végigkövetsz egy ilyen forradalmi ugye, változást, a, a, hogyan épül be a pénzügyi rendszerbe, a bitcoin és a kriptovaluták világa, most már ugye a szabályozásokról beszélünk, tehát szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Persze sokan csak úgy nézik, én vagyok ilyen fanatikus, hogy, hogy innen nézem, hogy akkor most akkor van belőle pénzem, vagy nincs belőle pénzem. De szerintem nekem ez ennél több. Nekem ez, ez, ez izgat, izgalmasnak tartom ezt a, ezt a blokklánc területet, hogy, hogy, hogy tényleg különböző iparágokban hogyan lehet használni, hogyan teszi ezt azokat az iparágokat még átláthatóbbá, még igen, tehát hogy, jobban tudjon működni, a hibákat hogyan tudja kiküszöbölni, akkor maga a bitcoin tényleg akkor hogyan működhet, mint egy decentralizált rendszer, nem kiszolgáltatva magunkat a különböző hatalmaknak, de hát ez egy, ez egy korai szakaszban van még, és hát tök jó dolgok lehetnek egyébként belőle, de nyilván nem tudjuk a jövőt, tehát senki ne úgy induljon neki kriptózni, hogy na, itt a tuti, ezt beteszem, és akkor kőgazdag leszek belőle. Mert vannak benne kockázatok. De hogyha te is olyan vagy, hogy ez érdekel, te is olyan vagy, hogy azért ezt olyan fontosnak teszed, tartod, hogy megteszed a tétjeidet, de tényleg mindenki csak olyan pénzzel, és ugye ez nem e, tanácsadás, de, de úgy gondolom, ami nem arról szól, most azért nagyon nehéz idők jöhetnek. A következő e, jön itt a téli időszak, és itt tovább. Azért Magyarországban itt is vannak bőven áremelkedések, de természetesen világszintű az inflációs probléma. Tehát ez nem csak itt van. És innentől kezdve azért nagyon ö, kell gondolni arra is, hogy, hogy a mindennapi életünket ugye finanszírozni tudjuk. Ö, itt a recesszióban, hogy bármi olyasmi történhet. Aztán idővel megyünk visszafelé, mindig ez van, tehát ami lemegy, megy fel is. Jön egy ilyen recessziós időszak, és mindig az volt, hogy abból előbb-utóbb fölállt a világ. Hát ez voltak rövidebbek, voltak hosszabb időszakok. Ezt majd meglátjuk, hogy mi ezt utólag majd fogjuk tudni de a lényeg az, hogy, 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 azért nagyon fontos változásokat hoz ebben a digitális internetvilágban, a, a kriptovaluták világa, a blokklánc technológia, és, 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 úgy gondolom, hogy ez, ez jelen pillanatban egyre fontosabb szerepet tölt, tölt be a világban. Na jó, ez volt volna az első hír, amiről beszélni szerettem volna. A második pedig arról szól, hogy itt van Ray Dalio, aki ugye a legnagyobb hedgefannak az alapítója, ugye a Bridgewater nek vagy Bridgewater Associates, és ö, hát ő nem volt nagy kriptorajongó régen, de ő is most már azok közé tartozik, hogy támogatják a bitcoint, valamint már a Cash App kampányában is feltűnt. Ray Dalio, hogyha visszamink egészen 2017-ig, akkor itt, ahol ezt írja is, hogy azt mondta még, hogy a Bitcoin az egy buborék. Ki fog pukanni? Ennyi. Aztán 2021-től, mint sokan mások, ő is kezdett már másképpen kommunikálni, és azt mondta, hogy akkor elmondta, hogy bizonyos már neki is van Bitcoin kitettsége, sőt, a Bridgewater-en keresztül egyre komolyabban investál kriptovalutákba. És azt lehet látni, hogy, hogy, a nagy befektetők, akár Kevin O'Leary, ugye Mr. Wonderful, vagy sokan mások ebbe az irányba tendálnak. Már amikor itt kriptó befektetésekről beszélünk, akkor a bitcoin, a kriptó, mint olyan följön már, nem csak arról beszélnek, hogy részvények, meg kötvények, meg nem tudom, nemesfémek, hanem, hanem abszolút most már a hétköznapi nyelvben is kezdi átvenni a, a a szakértők azt, hogy, hogy, hogy ezt is már, már, már hozzáteszik, és innentől csak időkérdése, hogy, hogy még többen így gondolják, és ugye még több pénz is kerülhessen bele, hiszen mindig az a fontos, hogy amiben hisznek az emberek, amiben egy, egy, egy lehetőséget látnak, vagy éppenséggel csak gondolják, hogy ez, ez, ez valamiért jó és elfogadott, az iránt kezd kialakulni a bizalmuk, és hogyha ne, valami nem tűnik el, hanem egyrőlben erősödik, ugye erre van abszolút esély. És itt van Ray Dalio, aki a Cash App kampányában ugye ö, szerepelt, és azért ugye ö, lehet tudni, hogyha megnézzük a blokkot, ami a tulajdonosa a Cash a nek a blokk és a Squarenek hogy igazából a, a, ugye annak a, a blokknak a piaci kapitalizációját eltörpül a Mastercard, a Visa és a PayPal mellett. Emellett ugye Dalio Bridgewater-ének, ha így mondhatom, akkor ugye van 168 millió dollárnyi részvénye a Mastercard-ban, 179 millió dollárért benne van a paypal és valamint 69 millió dollár értékben a Visa-ban, és csak 5 millió dollár értékben a blokkban a teljes portfólió, amit kezelnek, az, az 24,8 milliárd dollár. És ennek ellenére, hogy, hogy ott egy kisebb kitettsége van, ugye a, mindenképpen a, a kampányukban szerepel. A ezt a videót, fönt van egyébként a, a, az interneten, és jó pofa, hogy próbálja a, a, egy rapper kollégán keresztül elmagyarázni egy fiatal, úgymond befektetőnek, hogy mi is itt a helyzet, és igazából a, a, a középsúri ember, ő az, aki fordít a fiatal afroamerikai és Ray Dalio között. Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy már ilyenekben, is szerepel, és hogyha megnézed a Ray Dalio videóit, akkor egyre többet beszél a kriptóról, beszél a bitcoinról, és egyre több komoly szakember gondolja úgy, hogy, hogy ebben vannak lehetőségek. Szóval ez mind abban az irányban nyomja a dolgot, hogy, 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 most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a kriptóban kriptónak áll a zászló, de lényegében most ugye a helyzet, ez nem a kriptóra vonatkozik, hogy lent vagyunk, hanem úgymond az egész piac van, és, és, és a bizonytalanság az, ami okoz ezt a helyzetet, mert nem tudjuk, hogy mik a következő lépések. Oké, na jó, csak a következő pedig arról szól, hogy nagy divatmárkák, ilyen a Nike, Gucci, Dolce Gabbana iszonyi pénzeket csináltak nft ből A nagy divatmárkák azok, akik abszolút ráharaptak erre az NFT metaverzum történetre, és azt gondolják, hogy ebben abszolút van jövő, és fektetnek is bele, kiépítenek ott dolgokat, és bizony profitálnak is belőle. Mutatják, mutatja is ezt a, a ez a táblázat, ami itt van, hogy igazából 260 millió dollárt szedtek össze NFT-kből, az élen egyébként a Nike található, neki a teljes bevétele NFT-ből 185 millió dollár felett van, tehát abszolút kiemelkedő a többihez képest. A második helyen utána a Dolce Gabbana jön 25 millióval, 25,6, és Tiffany 12,6-tal, és utána a, még itt van a Gucci 11, Adidas 10, és akkor a többi már mint 10 millió alatt ö, részesedett a, az NFT profitból. De mindenképpen azt mutatja, hogy ez egy olyan irány, amit a divatmárkák beálltak, ugye képviselnek, és azért sok embert befolyásol a divat, és ezek a prémium márkák, most éppen a Gucci-t nézzük például, vagy egy párandig, a nike nem, de az azért, mert akkor a sokkal több emberhez elér, Amik ugye mindenképpen azokat befolyásolják, akik ezeket a márkákat hordják, és ugye ők is ezáltal fektetnek lehet, hogy így hallanak először az NFT-ről, hogy jó ez Gucci NFT, hát jó, oké, okay, legyen, ha most ez az új trend, mert trendi akarok lenni, hát azért vásárolom ugye a drága cuccokat, hiszen magát a pólót töredékáron meg lehetne venni, de hát azért meg Gucci Pócsi onnantól kezdve viszont jóval többet ér. Tehát ők azok, akik ilyen hóbortokért ö, hajlandóak fizetni, és ugye több felmérés van, de hát egy ö, több száz milliárd dolláros piacra ö, becsülik az NFT-ket majd a jövőben ugyanis most minden lent van. Kriptó, NFT, meg amit akarsz. De igazából, hogyha fordul a trend, akkor majd folytatódik ez az őrület is valószínű. Az, hogy melyik része, melyek azok az NFT-k, amik a múltban jól teljesítettek, és a jövőben is jól fognak, mert azért a többségük tudjuk, hogy ez kuka lesz, tehát hogy az, az, biztos, hogy felemésztődik, és akkor majd jönnek természetesen az új projektek. De azt lehet látni, hogy a divatmárkák nem csak ugye a ruhákban csinálnak divatot, hanem az NFT-t is divatba hozzák azáltal, hogy ők ebben benne vannak. Na jó, ennyit akkor a hírekről, most pedig jöjjön a Kérdezz Fel És ha kérdezni akarsz, mindig az aktuális videó alá írd meg, így a tegnapi videó alól hozom a mostani kérdéseket is. Szia Attila, szívesen néznék egy igazán komoly összehasonlítást a hagyományos befektetési eszközökkel, és nem hangzon el az, hogy hiszel benne. Tehát nem hit, hanem történelmi tapasztalatokra, tulipányhagyma, stb. buborékhoz is hasonlítva, alapozott komoly összehasonlítás hasonló eszközökkel. Magyarul egy tőzsdei befektető számára is értelmezhető levezetés, hogy miért érdemes ebbe az eszközbe fektetni, infláció stb. szempontból, hit és egyéb érzelmi marhaságok nélkül, számokra alapozva a köszönettel. Nyilván megér szerintem egyébként ez is egy misét, nyilván ez nem itt a, 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 napi hírekben lehetne ezt igazából kidolgozni. De tényleg össze lehetne hasonlítani. Teljes mértékben viszont nagyon fontos, hogy nem lehet. Tehát nem lehet egy olyan dologgal összehasonlítani, ami több száz évvel ezelőtt volt, bár ugye az emberi tulajdonságok akkor is nagyon hasonlóak voltak, mint ugye most, de hát egy teljesen más világban éltünk nem volt internet és nem volt ez a digitalizáció, tehát az információk teljesen másképp értek el embereket, nem ilyen gyorsan terjedtek. Az adoptációs görbe az ugye most ugye azt mutatja, hogy nagyon gyors már az adoptáció különböző területeken, de ugye az internet, most éppen utána a bitcoin, tehát az, az éppenséggel még gyorsabb. A másik, amit azért ki akarok emelni, mert hogy én értem, hogy ha egy steril környezetet nézünk, tehát tényleg ilyen laboratóriumi körülmények között nézzük meg akkor a számokat, hogy úgy mond, ahogy hogy te fogalmaztál tőzsdei számára is érthető legyen, és úgymond a marhasság kategóriából hiszel benne. De én, hogy akkor levezethetjük azt, csak az abszolút nem lesz az én olvasatomban, Értelmezhető a való világban. Tehát akkor kapsz egy, egy, egy tényleg a ilyen laboratóriumi körülmények között elvégzett ilyen összehasonlítást, de ha az emberi tényezőt, az érzelmi részt kiveszed belőle, akkor az már a való világban nem áll meg. Tehát abszolút nem lehet majd az én olvasatomban ezt kivetíteni arra, ami esetleg most van. Azért, mert aki a különböző eszközökbe fektet, azok azok a döntések, emberi döntések. És az ember pedig érzelmi alapon működik. Nyilván ott vannak a nagy profik, akik próbálják ezt kiküszöbölni, de nem tudják, nem tudják, ugye sokszor teljes mértékben. És a nagy fomót még mindig az eredményezi, amikor eljönnek a kis befektetők, akik mondjuk kevésbé értenek hozzá, vagy az újak, és akkor ők az, akik ugye ráöntik a, a, a pénzt. Azt nagyon fontos megnézni, hogy hát ugye a bitcoin esetében, hogy a szám, ami van, ugye, ha a fiat pénzzel összehasonlítjuk, akkor az, az egy véges szám. Vagy éppen a tulipánhagymákkal összehasonlítjuk. Tehát ott ugye azért már teljes őrület volt, hogy akkor, akkor ilyen hagyma, ilyen tulipánhagyma, ilyen virág, ilyen színű. Tehát az egy végtenített történet volt a bitcoinnál, ugye, abszolút nincs ez, hiszen véges a száma. Ez itt egy teljesen decentralizált rendszer, ami van. Az ugye, amik ott voltak a, a más történetek, azok, azok mindig ilyen centralizált rendszerek. Tehát igazából nem lehet ezeket teljesen egymás mellé tenni, és azt mondani, hogy akkor most 100%-ban az feketén-fehéren, ez így néz ki, és akkor ebből következik, hogy ez ilyen lesz. És én, de ez az én véleményem, én úgy mondanám, hogy én nem tartanám marhaságnak a hiszek benne a kategóriát, mert azért fogadod el a fiat pénzt is, fizetés gyanánt, dollárt, eurót, forintot, mert ez van, mindenki ezt használja, ebbe hiszünk, ugyanis lemész a boltba, és tudod, hogy ha nekem van egy ilyen dollárom, akkor lemegyek, és mit tudom, Amerikában, akkor ott fizetsz fel, vagy Magyarországon, vagy forint, vagy euró, tök mindegy. De hogy elfogják fogadni, tehát ezen nem aggódsz, ha most kapnál, nem tudom én, csoki tojást, akkor aggódnál, hogy ezen hogy veszek valamit, a rendesen alkudozni kéne, hogy hidd el, jó, ez a csoki tojás, csak adjál már egy zsömlét érte. De ott, itt, ott, itt viszont itt nincs ilyen probléma. Szóval ezt, ezt a, a részt nem be lehet, úgymond szerintem, ezt a, kivenni ebből a képletből. De persze, meg lehet csinálni egy ilyen steril e -e, elemzést, az is érdekes következtetésekre lehet jutni belőle, de úgy gondolom, hogy 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 az az életben nem behelyettesíthető teljes mértékben, ha ezt a tényezőt kivesszük. Oké, következő, Szia Attila! Egy elméleti kérdés, azt várjuk, hogy idővel folyamatosan növekszik a bitcoin ár, de felezések miatt egyre kevesebb lesz a bányászat jutalom, a tranzakciók száma közben növekszik, mert szélesebb körben lesz elfogadott, akkor kinek fogja megérni bányászni csillagászati energia árakon? Nem lehet, hogy a proof of work idővel halára lesz ítélve, és a beválik a proof of stake az ethereumnál, nem okozhatja az a bitcoin proof of work halálát. Na most. Ugye teljesen ö... szóval a nyilván ebben is a, a feltételezés. Tehát mondom, hogy olyan korai dologról beszélünk, hogy hogy a, a két nagy, a Bitcoin és utána rögtön a sorban az Ethereum, mind a kettő jelen pillanatban a proof of work-ön működik. Az Ethereum az, ami most jelen pillanatban át fog erre állni. Tehát Óriási kérdés, hogy következő egy-hét évben hogyan fog ez működni, amikor ugye a sharding is bejön, és ugye egyéb tényezők az Ethereum 2.0-ba. Tehát meglátjuk, hogy maga a stékelés hogy működik, és utána ez az egész rendszer, akár biztonságilag is. Utána nyilván ezeken a dolgokon el lehet gondolkozni, a Bitcoin protokoll is meg van írva, az is megváltoztatható, csak nem könnyen. Innentől kezdve, hogyha nyilván abszolút egyértelmű igény van rá és tényleg biztonságos olyan proof of stake, ahogy gondolják, mert a proof of stake, mint olyan, az nem tudott vizsgázni annyit, mint a bitcoin. A bitcoin 13 éve jól működik. Nem áll le, működik a rendszer, nincsen vele semmi probléma. Azért ez nagyon ritka. A proof of stake egy sokkal, sokkal újabb dolog, és ugye más konszenzus mechanizmusok is vannak, nem csak ez, csak ez lett a második legelterjedtebb, de ugye vannak még egyéb próbálkozások is, proof of burn, és még ugye sorolhatnám. De a lényeg az, hogy ezt majd ez majd az idő eldönti. Tehát gondoljatok erre a kriptóra úgy, mint egy ilyen kísérletre, amiben részt veszünk. Megnézzük, hogy ebből mi lesz. És hogyha mindig, hogy ami éppen a trend, ami a jó, akkor abba az irányba alakítod a portfóliódat. A jelen pillanatban mindenki jelen a bitcoinba kapaszkodik, mint egy stabil bázisba a kriptó portfóliójában, a kripton belül, és tudjuk jól, hogy az altok azok, amik jönnek, mennek, és egy pár majd szépen ki fog emelkedni, megmarad, de a többségük pedig úgyis kuka lesz. Ezért nagyon fontos profitot realizálni azokból, hogyha kicsikbe beretettünk, fölment, mert nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de amit már kivettünk profitba, az a milyen tegyük olyan dolgokba, amik értéktartóbbak annál. És innentől kezdve nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz a bitcoin, de úgyhogy az utolsó bitcoin 2140 körül fogja kibányászni, hogyha minden ugye így marad, azt nem fogjuk már, én már nem fogom megérni. De a lényeg az, hogy a következő években is alakulhatnak itt dolgok. Tehát nyilván ezek jó a felvetések, és lehet is ezekkel a gondolatokkal lejátszani, de én semmilyen lehetőséget nem zárok ki, mert nem tudjuk, hogy a piac melyik irányba lesz, a technológia hogyan fejlődik, és egyébként mi lesz a köztudatban az, hogy, hogy igen, ez lesz az elfogadott, hogy ebben bíznak. Megint az a hit, hogy ebbe fognak bízni, abban áttérnek, mert azt mondják, hogy ezért jobb. Azért jobb, akkor mindig, mindig van változás. Tehát egy biztos, az mindig a változás. Semmi nem állandó. Aztán szia, ma feljött a YouTube short videó, ami te voltál. Ez ugyanaz, mint a TikTokra teszel, mert annak nagyon örülnék, ha nem kéne azon az applikáción fent lenni. Az egyetlen content, amit néztem volna, az te voltál. De mivel állandóan más is feljött, ezért inkább töröltem igen, tehát a TikTokra feltett videóknak egy része kerül fel YouTube shortként most már innentől kezdve, hogy még több kriptós tartalmat tudjatok fogyasztani. Ott nagyon sokszor ilyen jobb of a rövid, most mit tudom, mert DC ről csináltam egy, egy, egy percen belüli videót, aztán. Tehát, hogy egyéb érdekességet csinálok, szerintem azokat is szeretni fogjátok, de egy-egy hírt valamikor ott gyorsan összefoglalok. A lényeg az, hogy 60 másodpercen belül kell lennie. Azért nem fog minden, mert egy-egy TikTok videó, ahol ö, valamit elmagyarázok múltkor éppen a bányászattal kapcsolatban, vagy más dolgokkal kapcsolatban, az egy kicsit hosszabbra nyújt, másfél percre, és azt a YouTube már nem shortként fogja értelmezni, hanem, hanem ö, ugye 60 másodpercen kívül van, amennyire én tudom, és azokat akkor nem tudom így ide föltenni, és nem szeretném ugye ezt összekeverni, mert egyébként is nagyon érdekes, hogy ezt megnézitek, akkor <laughs> Itt ugye ez a fő oldal, ahol vagyok, és akkor ezt én állítom be itt a playlistet, hogy ugye hol legyenek itt a sortok, ide betettem a harmadikba a sortba. Viszont ha már csak megnéződj, milyen videókat teszek föl, akkor ott viszont már azt látod, hogy hogy egyébként a, a szép kis ö, ö, sormintámat, amit itt építek, E, azt ugye elkezdik ezek a fura dolgok, hogy tegnap hármat tettem föl, például a tegnap hármat, ma már egyet, csak hármat úgyhogy most készítem ezt a, a mai videót, tehát ebbe egy kicsit belerondít, Ez csinálhatta volna jobban is a YouTube, de az jó, hogyha a homepage-re megyek a, a YouTube-nál, akkor teljesen különveszi a sortokat, és akkor ott lehet megnézni e, őket. Szóval igen, akkor vissza a kérdésedre, hogy e, szerintem akkor ezeket is tudjátok fogyasztani, nektek legyen még több tartalom e, itt fönt, és aki a kriptovilágban van, szerintem az fog ennek örülni. Most itt vagyunk ebben a medvepiacos időszakban. Én mindig úgy gondolom, hogy a medvepiacos időszakban kell a legjobban tolni a dolgokat, mert itt vannak a legszuperebb lehetőségek, tehát ezért van az, hogy medvepiac ide, oda, én ugyanúgy minden nap csinálom videót, mert fontos az emberekben tartani a lelket, fontos, hogy rálássatok a dolgokra, fontos, hogy az hogy van. Én emlékszem, hogyan milyen lassan telt a 2018-19-20-as időszak. Igen, ez olyan, de én akkor annyit tudtam tanulni, és akkor minden nap utána ezt is tanultam, azt is tanultam, ezt a kurzus vettem meg, odairatkoztam föl, ilyen YouTube videót néztem, azt a cikket olvastam el, mert készültem arra, hogyha majd újra elindul a Bika piac, akkor én ott legyek az első sorban. És akik most itt vannak, azok ugyanezt csinálják, azok lesznek a következő Bika piacnak a nyertesei, nem azok, akik a... Oh, kriptó medvepiac félradottam az egészet, majd akkor jövök vissza. Nyilván azok is tudnak majd valamit kiszedni belőle természetesen, de én úgy mondom, akik a legtöbbet tudják, azok, azok akik, akik, akik tudatosan cselekednek a medvepiacon. Nézzetek meg az összes nagy céget. Mind a medvepiacban épült. Ilyenkor vannak jó lehetőségek, és természetesen az is mutatja azt, hogy másoknak is egy szűrő, hogy ki az, aki ott van, és, és a csinálja a medvepiacban, na azok azok a cégek minden más területen is, akiket igazán komolyan lehet venni, mert az inséges időkben is ott van, nem csak a trendnek hódol. És szerintem ez nagyon fontos, hogy egy szakmában, egy területen vagy, hogy, hogy ha jó van, ha rossz, attól még azt vállalni kell, és ott kell lenni teljes felszélességben. Nos, köszönöm szépen akkor a figyelmet, holnap jövök a legfrissebbekkel, és mindenkinek szép napot, sziasztok!